március 17-én pénteken és 18-án szombaton rendezte gimnáziumunk hagyományos programját, a Bonyhádi Szellemi Zsendülést. Ezen a programon 4 saját szervezésű országos és nemzetközi versenyünk döntő fordulói zajlottak. Ez a 4 verseny idén a Locsi János szövegértési és helyesírási verseny, a Folvál 00 Fienajn német nyelvi kultúrtörténeti és országismereti verseny, a Földrajz az egész világ országos geográfiai kvízelítő verseny és a News Browsing angol nyelvű blog verseny. Érdekesség az, hogy a Földrajz az egész világ verseny idén először indult el iskolánkban Gruber László tanár úr szervezésében, nagyon komoly érdeklődés mellett, és ami még nagyon érdekes, hogy eddig a tanévig mintegy 50 ezer diák vett részt a Locsi János szövegértési és helyesírási versenyünkön, tehát nagyon komoly érdeklődés övezi ezt a versenyt is, és a versenyeken kívül szakmai programokkal és különböző szabadidős programokkal vártuk a diákokat, résztvevő diákokat és a résztvevő felnőtteket egyaránt.